Mesés örökség címmel nyílt kiállítás a Városházán a Roma Holokauszt emléknapján. A tárlat a Teátrom Fesztivál részeként valósult meg. A különlegessége pedig, hogy egy generációs kiállításról van szó, amelyen két nagyszülő és unokájuk művei láthatóak. A tárlat a Kugler Szalon Galéria gyűjteményének alkotásait vonultatja fel. A képeket augusztus 17-ig lehet megtekinteni a Városháza előcsarnokában. Roma alkotók festményei díszítik a Városháza előcsarnokát. A kiállítás augusztus 2-án délután nyílt meg. Azért különleges ez a mai alkalom, mert hogy talán mindenki tudja, aki eljött erre a rendezvényre, hogy ma van a Roma Holokauszt emléknapja. A Teátrom színházi fesztivál részeként megvalósuló esemény különlegessége, hogy két nagyszülő és unokájuk alkotásait vonultatja fel. Erre utal a kiállítás címe is, Mesés örökség. Kettőjük képeinek az egyveleg az én képeim. Balog Balázs András és Olá Jolán már nem láthatták unokájuk Balázs Kitti műveit. A fiatal festőművész azonban elmondta, egy-egy ilyen közös tárlaton úgy érzi, újra együtt lehet velük, és olyan, mintha nagyszülei is az érdeklődők között lennének. Kitti most kiállított festményei a Képzőművészeti Egyetem első pár évében készültek. Ez a változás nekem nagyon nagy volt ahhoz képest, hogy Salgótarján és Eger között mozogtam, és próbáltam az ottani dolgokból is átvenni, felhasználni őket, és ezek látszanak már ezeken a képeken. Sokkal naívabb és gyerekesebb képeket festettem előtte, aztán ilyeneket, ami már inkább figurális képek, és jobban kidolgozottabb arcok vannak rajta. Mostanában viszont Kitti elmondása szerint újra szeretne visszatérni a gyermekies festményekhez. Mindhárom alkotó képein vannak közös kapcsolódási pontok, mégis más-más hangulat elevenedik meg. A kiállítás megnyitóján elhangzott, hogy például a nagyszülők képi ábrázolása, művészetük mondani valója, tűz és víz voltak egymással szemben. Az egyik a szomorúságban és a nyomorúságban a szomorúságot és nyomorúságot ábrázolta, a másik, ha kicsit jobb helyzetben is, de nem a szomorúságot, hanem a vidámságot, a boldogságot, a hovatartozást, a családi kapcsolódást próbált ábrázolni. És ebből, tehát mind a ketten valami módon a mesevilágot, vagy a mesésvilágot hozták, és az unokájuk tulajdonképpen bizonyos értelemben ezt folytatta. A Kugler Szalon Galéria gyűjteményét Miskolc örömmel látja vendégül, kezdte ünnepi beszédét Borkuti László. A roma művészet és a roma kvízművészet egy olyan integrált része a ország és a városi képzőművészeti életének, amit nem csak hogy szeretünk, hanem szívesen látjuk itt körünkben. A kiállítás megnyitója után a Teátrom Fesztivál egy felvonulással folytatódott a főutcán. A rendezvény egyébként napok óta tart. Hétfőn Miskolcon több helyszínen, Jukóbányán, a Közösségi Házban, a Bábonyi Bércen, a Számozott utcákban és a Tetemváron is voltak programok. De kedden sem csak a kiállítást tartogatta a fesztivál a miskolciaknak, a Színvateraszon és a Heinekenben színházi és zenés programokkal várták az érdeklődőket.